300 méterszer 300 méteres rácshálót vettünk föl a tómederben. 24 mintavételezési pontot jelöl a térkép az öreg tómedrében. Elkezdődött a rekultiváció második ütemének előkészítése. A szokásostól eltérően most nem a víz, hanem az iszap minőségére voltak kíváncsiak a szakemberek. Ehhez az önkormányzat anyagi támogatása mellett speciális eszközökkel gyűjtötték be a mintákat. Mennyi szennyezőanyag van benne, nehéz fémekkel terhelte, hiszen ez nagy mértékben meghatározza, hogy hova lehet elhelyezni, lehet-e hasznosítani, hiszen itt körülbelül 1 millió köbméter iszapról van szó, tehát ezt már a tervezést úgy kell indítani, hogy ezeknek a iszapvizsgálati eredményeknek a tudatában. Megpróbálunk ebben a hullámzó szeles környezetben is beevezni a csónakkal a tóba, és egy ilyen 21 néhány helyről veszünk úgy mintákat, hogy lenyúlunk egy szerkezettel az iszap mélyébe, és onnan ilyen mintavételi tégelyekbe veszünk mintákat, és akkor azt laboratóriumba szállítjuk. Az iszap és mindenféle üledék a természetes folyamatoknak köszönhetően keletkezik, az öreg tóba a vízgyűjtők is sokat szállítanak. A legutóbbi mederkotrásra még a 80-as években került sor. Már ennyi idő távlatában, tehát egy több évtized eltelt azóta, a legelhanyagoltabb tóval is illik már úgy foglalkozni, hogy abba bele kell nyúlni. Tehát itt, ami hordalék bele szállítódik az által ér révén a különböző vízfolyásokból, keletkezik itt akár a halászatból, akár a madarak révén, a levegőből is nagyon sok por ülepedik ki. Tehát ez mind üledék formájában jelenik meg a tófenekén, és hát helyenként én úgy tudom, hogy körülbelül méter, sőt 2 méteres vastagságban is megtalálható ez az üledék, főleg itt a vár előtti részen. Úgyhogy ennek a minőségét szeretnénk most alapvetően feltárni, a mennyiségét azt egy más módszerrel szeretnénk majd. A mederkotrás kapcsán kérdéses az iszap elhelyezése is. Mezőgazdasági környezetben ilyen mennyiséget ugyanis nem tudnak fogadni. Várhatóan speciális tárolókban vagy különböző anyagnyerőhelyek rekultivációjára használhatják. Ez azonban a mostani vizsgálatok eredményétől függ.